Budapestre érkezett az Ifjú Fizikusok Világversenye, az International Young Physicist Tournament. Az esemény nem csak a fizikai tudományok iránti szenvedélyt ünnepli, hanem a fiatalok közötti nemzetközi együttműködést és az innovációt is elősegíti. A verseny évente kerül megrendezésre, és a középiskolás diákok számára nyújt lehetőséget arra, hogy bemutassák fizikai probléma megoldó és vitaképességüket, valamint kutatási eredményeiket. Fantasztikus lehet azt látni, hogy mennyi fiatal tudós, mennyi fiatal szeretne elmélyedni a tudás a tudományok világában, különösen itt az Ifjú Fizikusok Világversenyén, és nagyon hálás vagyok, hogy mi lehettünk a megrendezői ennek a eseménynek. A 2024-es verseny helyszínét Budapest adta, az eseményt pedig a Bosch, mint az egyik aranyfokozatú együttműködő is támogatta. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatal generációt egy picit orientáljuk. A mi célunk az, hogy valahol a kutatás, az a tudomány, amit ők elkezdtek művelni, az majd később kapcsolódjon az iparhoz, hogy ők valamit kutatnak, annak legyen kézzelfogható eredménye. És ez egy nagyon-nagyon jó példa ez a verseny erre, hiszen maguk a feladatok is abba az irányba mutatnak, hogy valamit meg kell alkotni, valamit együtt létre kell hozzanak. A csapatok közel egy éven át dolgoztak nyílt végű, összetett fizikai rendszerekhez kapcsolódó kutatási problémákon, amelyekre még nem létezik megoldás. Feladatuk a jelenségek mélyreható megértése, kutatási módszerek kidolgozása és elméleti modellek felállítása volt. Eredményeiket a budapesti verseny keretében egy tudományos vitán védhették meg. Nagyon fontos az, ha már csinálunk valamit, akkor csináljuk a képességeink maximumán, és türelemmel is. Nem is nagyon szeretem, amikor időről beszélünk ilyen vonatkozásban, mert mindegy, hogy meddig tart, az eredmény a döntő. Tehát a hatékonyság az, hogyha előbbre jutunk, ha jobb célokat tökéletesebben oldunk meg. Az idei feladatok olyan témákat érintettek, mint például a dobozba helyezett tárgyak mennyiségének megbecsülése rázás során keletkező hang alapján, vagy a vízcseppek optikai tulajdonságainak vizsgálata. Ezek gyakorlatilag olyan kutatási problémák, tényszerűen kutatási problémák, amikre nem ismerjük a választ, nincs is egyértelmű válasz. Annyiban egyszerűsítettek a feladatok a középiskolások számára, hogy biztos, hogy elvégezhetőek legyenek a kísérletek biztonságosan számukra is, de ezen túl gyakorlatilag a kutatási világba való első belépés az alkalmas problémák ezek. A megmérettetésre közel 40 ország küldött csapatot, köztük az Egyesült Államok, Németország, Kína, India és természetesen Magyarország is. Nagyon izgalmas volt az egész verseny, és a verseny koncepciója az, hogy minden évben kiírnak 17 problémát, amik valamilyen fizikai jelenségek, de ezeknek csak egy körülbelül 3 soros leírása. És ezekhez nem csak méréseket kell csinálnunk, de tényleg egy elméletet is fölírni, és ténylegesen megérteni, hogy mi a fizikai háttere ennek, és ezeket utána bemutatni a többi csapatnak, vagy a többi csapat problémáira és megoldásaira is szintén reflektálni. Az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye nem csak a fiatal fizikusok számára nyújt értékes tapasztalatokat, hanem hozzájárul a tudományos és kulturális csereprogramokhoz is. Az esemény lehetőséget biztosít a fiatalok számára, hogy kapcsolatokat építsenek ki más nemzetek diákjaival és szakembereivel, amely hosszú távon is elősegíti a nemzetközi tudományos együttműködéseket. A természettudományokban, a fizikában kiemelkedő tehetségeink vannak, és hát feladatunk az, hogy a kiemelkedő tehetségeket megmutassuk a világnak, megmutassuk azt, hogy az Ifjú Fizikusok Világbajnokságát nem csak hogy meg tudjuk rendezni, hanem mindaz a tudás, mindaz a kreativitás rendelkezésre áll, amely magyarrá tesz bennünket. És hát örömteli, hogy a legjobb bronzérmet elhoztuk, és hát örömteli az, hogy egy kiváló rendezvényt sikerült itt megrendezni, aminek már a versenyzői logikája is az, ami a megújult felsőoktatás jelenti, azaz probléma megoldás. A magyar csapat kiemelkedően teljesített, és végül bronzérmet szerzett, ezzel is bizonyítva felkészültségét és tudását a nemzetközi mezőnyben. 5 voltunk a csapatban, akik együtt dolgoztak, és
ténylegesen a prezentációnál, illetve a diszkuszióknál kiálltunk, de ezen kívül 10 diák munkája van a mögött, és emellett nagyon fontos kiemelni még a rengeteg felkészítő és mentor szerepét, akik nagyon sokat segítettek nekünk. Minden generáció fontos, minden generáció kitermeli maga közül azokat, akikre büszkék lehetünk. Én a saját csapatunkkal nagyon-nagyon elégedett vagyok. Ettől függetlenül a Covid miatt jó pár év kimaradt a versenyből, úgy félig rendezték meg, vagy csak online, és ez sajnos a minőségen általánosságban még mindig meglátszott. Bízom benne, hogy pár év múlva visszaérünk arra a szintre, ahol a Covid előtt voltunk, de az biztos, hogy a magyar csapat kimagasló munkát végzett. Az első helyet a szingapúri csapat nyerte el, de a döntőbe jutott még a tajvani, ukrán és lengyel csapat is, akik szintén megosztott aranyérmet szereztek.